Szervusztok, sziasztok! Üdvözlünk mindenkit koncertóval, és amit most meg fogunk tekinteni, az egy parádés állapotú Opel Meriva, egy 1.4-es benzin motorral, sok Gyári extrával, és hát mondanom sem kell, hogy teljesen kitűnő és parádés állapotban. Azt mondja, így néz ki a karosszériánk, körbe az egész, nagyon szépen csillog, villog, és teljesen újszerű. A gumik is egyébként Continental gumik, amikkel jár, és nemrég lehettek azok is rátéve. Aztán ez a faceliftes kivitel már, 2008-11. Havi autóról beszélünk. Nagyörűen csillog, ő már ilyen kis környezetbarát, ecoflexes motorra díszeleg. Íme a jobb oldala is. Tehát azt látjuk, hogy tényleg teljesen rendben van kívül az autó, és rögtön bele is kukkantunk a belsejébe, mert ott is egy pár érdekes dolgot találunk. Ugye nagy hatalmas ajtaja van így fölfele, hiszen egy jó magas építési autó, tehát ha így mellé állok, lehet látni, hogy egészen idáig ér. Könnyű bele kibeszállni is egyébként, az ülések is ennyire fönt vannak. Van egy ilyen kis összecsukható többfunkciós csomagtérrolónk, és itt hátul ez a hatalmas csomagtér úgy néz ki, hogy még ilyen kis dobozkákkal is van plusz megfűszerezve. Itt ide tették az emelőtt tartozékokat, van hozzá egy ilyen kis csomagtér lefogó hálónk is, illetve egy ilyen teljesen fullos csomagot kapott, amiben ugye mentőláda, vagy olyan mentő egészségügyi tartozékok, meg háromszög, meg egyebek ilyenek vannak. Aztán bekukkantunk ide alá, akkor itt rögtön a kis szőnyeg alatt azt látjuk, hogy itt van a teljes értékű pótkerék, így meg egyébként nem is volt felszerelve, és teljesen egyben van, szép állapotú. Nagyon köszönjük koncertot, tehát ide a dobozkába is lehet pakolni, és akkor nézzük még, hogy mit szeretne nekünk Feri megmutatni, mert itt nagyon figyel ránk. Ez a Meriva arról is különleges, ezek a Merivák, hogy ezek a hátsó ülések több funkciósak. Ez azt jelenti, ezt mutatja most nekünk meg Peti, hogy ezzel a mozdulattal le lehet dönteni, és nagyon ügyesen, okosan van megoldva, mert a biztonsági övnek van egy ilyen kis vezető kis karimája, amiből ki is lehet fűzni igény szerint, és a ledöntés után ez a kis csomagtérvédő, többfunkciós kis védőke így ráhajlik egyből az ülésrakra. Nagyon hasznos funkció tud lenni, mondanom sem kell. Illetve ugyanez megoldható középen is, olyan szinten, hogy akár a padlóba is be lehet csukni, és az oldalsó üléseket is. Hogyha a padlóba csukjuk, akkor ezzel a hátsó fogantyúval nyitjuk le, és akkor lehet látni, hogy mennyivel mélyebben vagyunk, és egész ide a padlólemezbe becsukódnak. Az ülések is, és ahogy a középső rész is. Ugye itt nyilván ezzel a karra tudjuk lecsukni, csak szegény Ferit oda benyomorítanánk. Tehát ez így működik neki, ez a karocska, ezt, amivel lenyitottuk, azzal csukjuk vissza. És ilyenkor még nem áll be teljesen a helyére, ugye ez látszik is, hanem még egy mozdulatot, hogyha emelünk rajta, akkor tudjuk teljesen hátra dönteni. És akkor így van ebben az ülő pozícióban. Ugye ez is nagyon jó dolog, hasznos dolog nagyon, mert többféleképpen pozíciókba tudunk ülni, de még hogyha tovább akarjuk kombinálni ezeket a hátsó üléseket, hopp, akkor itt alul is található egy nagy kar, aminek a mozgatásával előre-hátra tudjuk szánkóztatni az ülést. Tehát a karág egész ennyire előre tolható, és így tudunk egy csomagteret növelni. Ha belekukkantunk hátulról, akkor azt látjuk, hogy bizony az ülés az jóval előrébb került. Úgyhogy ha hirtelen egy nagyobb dolgot kell bepakolnunk, és nem fér be, egy könnyed, gyors mozdulattal csak előrébb szánkáztatjuk az üléseinket. Szóval ilyen kompaktok ezek a hátsó ülések. Mindenképp meg szerettem volna mutatni ezt, a Meriváknál ez egy nagyon hasznos és praktikus extra. Minden mellett, ugye, ahogy mondtam is, nagyon magasan és szépen fennülünk a járgányban. Az ülés magasság állítót azt neki is ide jobb oldalra szerelték, tehát itt találjuk meg. Ezzel a karral tudjuk leföl mozgatva elérni, hogy magasabban üljünk, még magasabban üljünk. Ajtókárpit közben mutatom a járgányt. Szép ilyen kis betét, tükörállítás, elektromos ablakemelők, és amit látunk benn,
az egy nagyon újszerű utastér, ugye mutatom a kormányát neki, és nem tudom az ülést is, hogy mennyire kapkodva mutattam, de hát teljesen új. Kis könyöklönk is van lenyitható. És sípol neki ez a visszajelző, mert a kulcsot valaki így felejtette. Tehát megvan neki mind a két távirányítós gyári kulcsa, és azokkal be is tudjuk mindjárt indítani. Íme a 43 ezer kilométert futott autó. Gyönyörűen hangtalanul jár. Nem tudom mennyire látszik, de hát ezt a kuplungot olyan könnyű nyomkodni neki, mint hogyha a gázpedált nyomnánk. Tehát tényleg érezni ezt az újszerű hatását a mechanikus szerkezeteiben is. Ugye a légkondink az egyből bekapcsolt, mert őt is úgy felejtettük. Itt a gyári fejegységünk, ő egy MP3-as lejátszó, és fölüljelzi ki, hogy épp milyen csatornán vagyunk, illetve milyen hőmérséklet van kint. Ugye az autónak, mivel keveset futott, ritkán járt szervizbe, de azért találtunk meg vizsgalapját. Íme, ezt kaptuk hozzá. És természetesen van egy kis szerviz füzetkéje is, ott is járt az Opelnál, tehát ellenőrizhető, hogy mi mikor lett benne csinálgatva. Íme, szervizelgették azért. Jó, nézzünk bele még a motortérbe is. Ott is látunk érdekes dolgokat. És Concerto itt visszahajtja ezt az ülők. Támlát így nézünk ki, és még meg szeretném mutatni itt Concerto, hogy bizony ehhez is lehet kütyüket csatlakoztatni, mert egy ilyen AUX kimenetünk van a fejegységünkhöz. Na nézzük. Ugye ő ott nyílik jobb oldalt alul. A gépháztető. Íme. És már bele is kantunk. Alig hallani, hogy jár, pedig még a ventilátornak is ketyegni kell, mert ugye megy a klímánk. Na csöndben maradok, jó? Hopp, ezt már én is állom meg szó nélkül. Megvan a másik jó madarunk is, íme itt mutatja nekünk, hogy egy új Varta akkumulátor is van az autóhoz, úgyhogy már egyszer cseréltek benne egy ilyet. Nyilván keveset használták, és ezért leismerült. Tehát ezzel sem kell foglalkoznunk. Így néz ki egy 40 ezeret futott Opel, egy Almeriva, és biztosak lehetünk benne, hogy egy újszerű kocsit vásárolunk. Nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek velem ezt a filmet is, és hogy ilyen rendesen követtek minket. Várunk titeket, tudjátok, Szent Mihály út 90, M3 Autópark. Szervusztok, sziasztok!